Megszavazta a brit parlament alsóháza, hogy körülbelül 4 milliárd fonttal a GDP 7000-ékéről 5000-ékre csökkentsék a világ legszegényebb országainak és válság övezeteinek szánt nemzetközi segélyalapot. A javaslat ellen még a kormányzó torik egy része is felszólalt, de a kormányfő szerint, amikor az államadóság évtizedek óta nem látott szintre emelkedett, muszáj takarékoskodni. Amikor egy országnak hirtelen 407 milliárd fontot kell előteremtenie, hogy megóvja az embereket egy soha nem látott gazdasági hurrikántól, annak elkerülhetetlenül következményei vannak a közkiadásaira, mondta a miniszterelnök Boris Johnson. Az ellenzék vezetője Keir Starmer és Johnson elődje Theresa May is kritizálta a döntést. A fejlesztési segély eredménye kevesebb háború, kevesebb járvány, kevesebb menekült, ezt mindenki tudja, mondta Starmer. Ígéretet tettünk a világ szegényeinek, mondta May. A kormány megszegte az ígéretet, sőt a javaslat alapján még évekig meg fogja szegni. Nemzetközi segélyszervezetek arra figyelmeztettek, hogy a döntés miatt tízezrek éhezhetnek többek között Pakisztánban, Etiópiában, Afganisztánban és Jemenben.